Most még egy üres, füves terület, ahol egy év múlva a Kállai Kettős Rendezvény és Konferenciaközpont áll majd Nagykállóban. Így fog kinézni az épület. Kulturális eseményeknek és a helyi civil szervezeteknek ad majd otthont a létesítmény. Több mint 1400 négyzetméter lesz az épület. Ennek a lényegi terme az egy nagy rendezvény, egy bálterem, igazán mondhatom így, ami rendelkezni fog egy zsőé üléssel, lényegében egy színházi ülésrendet tudunk majd berendezni, ez több mint 200 férőhelyjel. Én azt gondolom, hogy a város igényeit tisztességesen ki fogjuk tudni szolgálni, illetve ugye ehhez ennek a része a nagy terem kiszolgálására egy konyha, ami lényegében ugye ahhoz szükséges, hogy bálokat vagy egyéb étkezéssel párosuló rendezvényeket is tudjunk tartani, hisz ugye ezt az intézményt, ugye az előzőn is ez egy komoly probléma volt, hogy ugye nem lehetett fenntartani, anyagilag nem voltak azok a bevételek, amivel ezt finanszírozni lehetett, na most itt ennek meg lesz a táptalaja, igazából minden adott lesz hozzá, hogy finanszírozható legyen a működése. 2007 óta nincs kulturális intézmény Nagykállóban, akkor zárt be a korábbi művelődési ház. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a nagykállóiak többsége szeretné, ha megépülne az új intézmény. Történelmi lépésnek tartom a város életében, és kérem nagy tisztelettel a másként gondolkodó kállói, nagykállói polgárokat, hogy segítsék ezt a munkát, mert ez a munka értük van. Azért, hogy a kulturális kisváros újabb lendületet kapjon azáltal, hogy a kultúrának egy állandó háza lesz itt Nagykállóba. Egy olyan háza, ami rangot fog adni az itteni rendezvényekre. Folyamatosan fejlődik Nagykálló, nő az adóbevételük, és erősödik a turisztikai vonzereje is a városnak. Erről beszélt Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. Nagykállóiaknak Nagykállóból biztos, hogy nem érdemes beköltözni Nyíregyházához, hiszen sok esetben Nyíregyháza központja jobban elérhető, mint Nyíregyháza más részeiről. Nagyon nagy lehetőséget jelent az autópálya közelsége, az a körgyűrű, amely lassan körbeéri Nyíregyházát. Tehát nagyon jó perspektívával válhat neki a következő évtizedeknek a város. Örömmel látom, hogy a ipari park megtelik élettel, egyre több beruházó jelenik meg, több mint megduplázódott az iparűzési adóbevétele Nagykállónak az elmúlt években, és hát még a harangói tó is új életre kelt, van már benne víz, nem csak a helyét látjuk, hogyha az autópályán elmegyünk mellette. A kivitelezői szerződést szerdán írták alá. A tervek szerint a 1,5 milliárdos beruházás 2024 karácsonyára készül el Nagykállóban.